Üdvözlöm a Szerda Helyzet műsor nézőit, és a stúdiónkban üdvözlöm állandó vennünket, Szigeti Attilát. Attila, szervusz! Szervusztok! Attila, üdvözöllek, és a mai műsort így ilyen három részre osztottam, ilyen három csomagra, természetesen a mérkőzés, edzői stáb, és mi kb. Két műsorral visszamenőleg beszéltünk a kapusokról, és jeleztük, hogy foglalkozni fogunk velük. De kezdjük a hétvégi mérkőzéssel. Hát én csináltam a szösszenetet a meccs előtt egy bejelentkezéssel, és nem vártam semmi olyan különösebb húzást csapatunktól és edzőinktől, ami talán más lenne, mint a Szlovan ellen is. És nem vártam valami egetrengető játékot. Én úgy gondolom, hogy vagyunk egy stádiumban, mint csapat, és ebből talán itt a jó idő közelettével ki fogunk szakadni, én úgy gondolom. Viszont ez aranyos maróta, hogy Fire lépett, ez kimondottan a defenzivitásra rendezkedett be, és nagyon nehéz volt ellenük futballozni. Szóval én azt hittem, hogy az a Tóth, aki a Nagyszombatban játszott, hogy még a védelem tengelyében, vagyis hogy hát a két belső védőből egyiket fogja játszani, de hát még föltolták, és még egy védő, és a 10 mezőnyjátékosból volt 9 védő. Mielőtt a mérkőzés szakaszait boncolgatnánk, akkor azért volt ott egy nagyon, nagyon jó dolog, egy pozitívum. Eric Davis a kezdőcsapatba. Ugyebár Davis már volt sokszor ilyen helyzetben, hogy nem csak sérülés után, de amikor visszatért egy válogatott mérkőzésre, akkor kellett ilyen forma elendülésbe vinni őt. Mennyiben különbözött az előtti Davis visszatérés és a mai? Én kimondottan örültem neki, és nagyon pozitívan látom az egész teljesítményét. Hát szerintem nincs az a dadzrukker, aki ne örült volna Beszkóban az a kispadjának, kispadatételének, és azt hiszem, hogy az ellenfelek is tudták. Tudta az ellenfél is, hogy hoppá, nem Beszkó fogja játszani, ők is szembesültek azzal, hogy Davis azért egy más kaliber. Viszont én óriási bizonytalanságot vettem észre játékából. Egy olyan fajta, nem a igazi, nem a Davis volt a bőrében, még ott játszott az első fél időben előttem, és akkor látszott rajta az, hogy még nem az a Davis, akihez hozzá vagyunk mi szokva. Viszont még így is magasan jobb volt, mint Beszkó, szóval ez a ő posztja, ezt nem lehet elvenni, hát a ligában egyik legjobb, hanem a legjobb Davis. Véltem felfedezni olyan dolgokat a játékunkban, hogy talán jobban akartunk, ezt úgy látszik, hogy a játékosok is és a edzők is azért meghallották a nép hangját, és látom, hogy nagyobb akarat talán egy picit jobban, még nem az igazi, de talán egy picit jobban oda tettük magunkat, de nem játszottunk jól első fél időben. Ez ellen a Aranyos Marót ellen több mozgás, rengeteg szétfutni azt az ellenfelet, gyorsabb játékot, ahogy első fél időben, és azt, hogy abból a 5 támadás építésből ne 4-et hátrafelé passzoljunk, szóval vagy 5-öt hátrafelé passzoljunk. Ezekben a dolgokban látom azt, hogy fel kellene javulnunk. Igen, úgy nézett ki, hogy biztonságra játszunk első fél időben, és később fogjuk felépíteni ezt a támadó focit, de azt hiszem, hogy egy kicsit túl sok volt a passzív játékból. Hát 40. percben lőttünk először a kapura, az, ami ilyen ellenfélnél, az azért már megmutatja azt, hogy lehetett volna aktívabban is játszani. Középpályán hát ott stabil, aktív játékosunk van, előre is, hátra is, azt hiszem a mérkőzés legjobb játékosa, Sefer, el lehet mondani. Megosztanak a vélemények Kalmár teljesítményére. Ki kell mondanunk azt, hogy közeleg a válogatott mérkőzés is, és ezt nekem ne akarja bemesélni senki, hogy egy játékos nem gondol arra, hogy hoppá, nehogy megsérüljek. Annak a játékosnak igenis ott van a feje. Erre mondhatják a hozzászólók, vagy akár a nézők, hogy itt keresi Kalmár Zsolti a kenyerét, és
akkor itt tegye oda magát. Emlékezzünk rá arra a uruguayi meccsre, amikor megsérült nekünk a válogatott meccsen egy olyan játékos, aki meghatározó a csapatunk. Most ez, szóval ez egy nagyon kétélű... Melyik szemszögből nézed? Szóval ez is ott van, ez is ott lehet. Ez is ott lehet. Viszont én csak azt mondom, hogy egy Kalmár Zsolti szintű játékosnak is lehet formaingadozása, lehet egy olyan telet tud maga mögött, ahol egy óriási terhelést kapott, és ez nem fog automatikusan bejönni. A Kalmár Zsolti nem felejtette futballozni, és azért gólt rúgni, most azért megmutatta, hogy a jobb lába elsült, és nagyon oda tudja rakni. És nehogy azt higgyük, hogy a Zsolti nem teszi oda magát, vagy nem akar futballozni, vagy tényleg erre válogatott meccsre összpontosít. Kérem szépen, minden játékosnak joga van arra, hogy legyen egy formai ingadozás. Én azt gondolom, hogy egész csapatunk egy formai ingadozást tud most. Igen, abszolút jó irányba vitted ezt a témát. Tényleg kérdés az, hogy melyik szemszögből nézed. Szemmel láthatóan, hogy gondokat okoz az a válogatott mérkőzés előtti időszak, és utána is ez azt hiszem a szakmai stábnak a dolga, hogy valami egyensúlyba rakja azt, hogy ne károsodjon a játékos se, a válogatott se, de a klub se. Valahol találni egyensúlyt egészbe. Így van, pontosan igazad van, szóval ez nagyon nehéz kérdés. De nagyon örülök annak, hogy Zsolti megrúgta ezt a gólt. Én azért, én is kritizáltam nagyban őt a Szlovan elleni meccsen, mert tényleg odaléptek nekik és keménykedtek vele, és talán már ott is ott volt, hogy meg ne sérüljek. Lehet, hogy ma az is benne volt, hogy elment ez a bajnoki cím, 5 pont, 8 pont, meg stb. Számodoztunk, és nagyon szép lesz ez az ezüstérem. Bízunk benne, hogy egy ezüstérem lesz, kijutunk Európába, menjünk egy-két kört, és aztán lehet egy új csapatot építeni. Én ezt így látom, hogy ez így lesz, és az évről évre talán ezt meg kell, hogy szokjuk. Aztán majd jön egy olyan edző, jön egy olyan csapat, aki majd oda teszi elénk a bajnoki címet. Igen, másik oldalon, mi itt azt hiszem jogosan beszéltünk is arról, hogy kevesebbet kommunikáljanak a játékvezetővel, illetve van még egy játékos, aki ezt csinálja, de ennek a éremnek van egy másik oldala, hogy azért megkívánjuk azt is, hogy ilyen típusú játékosnak, mint a Kalmár, aki a liga legjobb játékosa, egy bizonyos szintű védelmet is kapjanak a játékvezetőktől, ha már arról beszélünk, hogy ő a liga legjobb játékosa, akkor kérem, ne rúgják őt hülyére. Mérkőzésen. Így van, a nagyobb ligákban is megkapják azok a játékosok, azok a zsenik. Na, Zsolti kimagaslik én szerintem a Fortuna ligában, szóval én úgy láttam és úgy érzékeltem, hogy ez a Kalmár Zsolti féle gól, amire nagyon-nagyon vágyott a csapat is szerintem, egy picit úgy lendületet fog adni. Az a 90. percben a Ramirez féle gól, ez egy gyönyörű center, gyönyörű fejessel, és látszott rajta, hogy a Kalmár Zsolti góljától kezdtünk focizni. Gyönyörűen tartottuk a labdát, futtattuk ellenfelet, és még talán a gyorsaságban is javultuk. Anzuana beállítása kimondottan lendített, hogy gyorsított a játékunkat. Ez kell. Én azt hiszem, egy kicsit le voltunk ülve az, hogy most már jönnek olyan meccsek, amikor gyorsabban és élesebben fog kelleni játszani. Egy kicsit áthidalnák még egy dologra. Gyönyörű gólpassz volt egy Ramirez nevezetű játékosra. Mit vett észre Ramirez játékán? Én majd kiegészíteném egy játékszituációval talán. Hát ő játékán is egy nagyobb akaratot vettem észre. Talán egy kicsit görcsös akaratot is a Szlovan után, mert azért meggyúrták most is őt, az a két 39-es srác, nem tudom a neveiket, a belső védő. Nagyon nehéz harc ez ott Ramireznek. És a Ramirez szintű játékos, aki ütvág, csíp, harap, aki ezen a mérkőzésen is ütvágot, csípet, harapot, ez pontosan annak a mutatója, hogy őt is rípulják rendesen. Úgy szóval őt is faragják. Nem tudom, hogy mire célzol, hogy most mit vettem észre, de én azt hiszem, hogy fölszabadult most ezen a gólnál. Van föllátom, hogy kifutott oda, és kellett neki egy kicsit, hogy lendítsen rajta is.
Igen, két dolog, ha most már egy kicsit kiegészíteném azt, amit te mondtál. Természetesen az a gól nagyon kellett neki, lehetett látni, ahogy odafutott a Kalmárhoz, hogy hát egy csatárnak sohasem jó, a zsinórban nem rúgja a gólokat, és csak arról beszélnek az emberek, illetve a nézők, hogy mikor állítják ki, vagy mikor jut oda egyet a játékosnak, ami mellesleg megint sikerült neki, hála Istennek, hogy a játékvezetők nem veszik észre. De ott volt az a egyetlen momentum, amikor azt mondom, hogy a taktika részét a ellenfél teljesen kihasználta, mert kiprovokálták belőle, azt láttam, hogy visszahúzták őt a mezét, és akkor suhintott hátra, de ezt már ők is előre megtervezték, hogy fogják provokálni Áramirest. Így van, ők is megnézik az összefoglalókat, ők is tudják azt, a ellenfél is tudja azt, hogy kire, hogy kell rámenni, szóval és Ramirez az a fajta srác, akit ki lehet, tehát a vére hajtja. Csak annyit még ehhez, hogy én már leveszem. Biztos vagyok benne, hogy Tajvot berakom, a 60. körül, mert ugye visszahozunk egy Tajvot, akit azt gondoltuk, hogy no, most visszahozzuk egy jó formában, 6 gólt rúgott, ugye nem láttam benne nagy vasziszt az egészben a Tajvónak a visszahozatalába. Hogyha egy csatárt igazolunk, vagy egy csatár posztra képzelik el egy játékost, akkor Tajvó és Ramireztől jobbat. De hát ez van, be vannak határolva a dolgok, a financiális dolgok, szóval visszahozunk egy Tajvot, és megint nem adunk neki a játék lehetőségét, ami kellene. Én már biztos, hogy 60. percben leveszem a Ramirezt. Lehet, hogy úgy is megnyerjük a meccset, lehet, hogy nem, ez az örök titok marad, de kevés, nem tudom, hol van Nikolaescu, de én azért ezt a Tajvot már megpróbáltam volna egy 25-30-ra. Térjünk edzőre, meg edzői stábra. Nem számítottam semmiféle csodára, amit most ők kigondolnak. Ugye a felállításból, amit néztünk, és ami le volt rajzolva, mi láttuk azt a fénymásolatot, ott azért már máshogy volt az, és abból a felállításból át lehetett menni 4-3-3-ra, és láttuk, hogy a Kalmár Zsoltit hova rajzolt a Stork valójában. És azt hiszem, hogy ez így jó. Zsolti megtalálja azokat a helyeket, és most is a bal feléről rúgta jobbal a gólt. Szerintem ez tudatos. És én csak edzők annyit, hogy most bejött az, amire ők játsznak. Akár Hibalát is vesszük, és Torkot is, mindig párhuzamot vonok ez a két edző között. Ez a kivárásos valami, ami sok passzos játékunkban egy tényleg 55 volt most a labdatartása javunkra, én szerintem most valamit elírtak, mert a 70. perctől nem nagyon ért az ellenfél labdához. Szóval nem találta edzői stábunk ki semmi olyat, de viszont megjött az, hogy fölöröltük ellenfelet, és sikerült az a gól, és a góltól kezdve ez aranyos maradt, ez annyira meglátszott a játék, a technika és a taktikai különbség, hogy egyszerűen nem hattuk őket talán labdához se. Visszatámadtunk gyönyörűen, pressingeltünk rájuk, labdaszerzés volt, és uraltuk a játékot, szóval. De nem, ha edzőkről van szó, akkor most bejött az a taktika, amire játszunk mi meccsről meccsre. Igen, kérdés az, hogy egy erősebb ellenfélnél, hogy elég lesz ez. Szerintem aktívabb középpálya kell, hogy legyen, az mindenképpen. Így, ahogy mondod, hogy szabadba vágok még egy picit. Most én nagyon összehasonlítottam, most én sokat gondolkodtam a Aranyos Maroti meccset és a Szlovanna. Megjegyzem, 2-1-nél volt két helyzetünk. Emlékezzél rá Szlovannak a Gyivkovics fél lövés, ugye, amit Graf gyönyörűen megérzett a röviden. Emlékszel rá a lövésre? Ott a bal feléről a kamer. Az gyönyörűen kérdezte, nem mindegyik kapus helyezkedik oda, kapusokról akarsz beszélni. Az gyönyörűen megfogta, levette. És emlékezzünk arra a Ramirez-féle spiccelésre, ami elment, a fölment. Ugye 2-1-nél azért, hogyha bemegy 2-2-re, másra megy. Na most itt van ez a Aranyos Marotta, aki eljön 9 védővel. Arra akarok rámutatni, hogy azt mondják, hogy unalmas meccset játszok, és néha nekem is már unalmas. Emlékezzünk rá, amikor a Barcelona játszott azt a tiki-takát. Uh-huh. Na, Barcelona Drucker vagy, ugye?
Játszották a Messi-féle, ellenfél alig ért labda, az is képesek voltak 0-1-re kikapni Elbartól. Szóval benni, ez, ha nekünk ez a fölfogásunk, és a tréner köti ebbet a karóhoz, ne várjunk mi mást, és lehet, hogy majd kapunk egy meccsből 15 percet, mint ahogy most kaptunk, és én szerintem az a góltól, a Kalmár Zsolti góljától gyönyörűen fociztunk, mert tényleg gyönyörűen, addig meg nyögtük a focit. Szóval ez, hogyha ez így fog folyni, akkor lehet, hogy egy fél időt fogunk kapni, amíg ellenfél, vagy egy gól. A gól nagyon fontos a játékunkban. Ha sikerül egy korai gólt rúgnunk, lendít a csapaton, lendít azon is, hogy egy kicsit talán ellenfél kijön, de addig ellenünk 0-0-ra játszik még a Szlovan is. Abszolút aláírom, és két szemszögből néznék rá. Egyik dolog az, hogy az általános színvonalod milyen, tekintve arra, hogy a ellenfél mit akar, szóval a tördelő játékot, így, ha ránézünk a mérkőzésre, tényleg nem volt meg a színvonal. Viszont mi egy olyan fázisban vagyunk most, amikor újból definiáljuk azt, hogy hogyan akarunk játszani, mert azt, amit a szezon elején elkezdtünk, az egyszerűen nem ment. És most, ha nézed a védelmet, hogy játszik, az egyszerűen nem lehet hasonlítani ahhoz, milyen taktikai fegyelem van ott. Na most, hogy mi ezt megint összehozzuk a középpályával, még a csatárok, akkor időbe fog telni, és ahhoz nagyobb aktivitás fog kellene a játékosoknak. Nem könnyű, de addig tény és valóság, hogy körülbelül ilyen játékot fogunk látni, hogy például a védelmünk nem fog annyira felmenni, és ha nem megy fel, akkor nem segít a középpályának, és időt fog kelleni. Én inkább abban látom a hibát, hogy hamarabb nem csináltuk ezt a szezon előtt, hogy nem így álltunk neki a bajnokságnak. A előbb mondtad meg a kulcs szót, a nagyobb aktivitást igényel a játékosainktól. Ez a kulcs momentum az egészben. Mennyire tudjuk gyorsítani a játékunkat, mennyire tudunk olyan magasságokba focizni kis területen, mennyire lesz Kalmár Zsoltink, mennyire lesz Deviszük jó formában, mennyire fog elsülni a Divkovicsnak a lába. Ez mind olyan összetevő momentum, amit nem könnyű összerakni, és nem kell azt hangoztatni, hogy gyengék vagyunk, gyengé játszunk, unalmas játék, stb. Egy csapatot fel kell építeni, tél után vagyunk, téli felkészülés után vagyunk. Mit akarunk, hogy mindenkit radilozzunk rá pályáról? Ez benne van. Oké, még itt is van, bocsánat, hogy a szabadulám, még az is van, már tavaly sem ment a szekér, talán tavaly sem ment már télen, mikor rossz idők voltak annyira a szekér, ott is benne volt egy krízis, de bízunk benne, hogy vissza fog térni az a csapat, amit már öröm lesz nézni. De mondom, hogy talán annyit felrólnák, hogy én így indultam volna el a csapatépítésnél, mint ahogy most van, hogy nem Müllerrel elő, ahogy próbálta, eszméletlen hülyeség volt, Müllert fölnyomni, hogy vigye fel a labdát. Nem elég, ha a Schäfer aktív, hanem így a tenge, és akkor rakodjanak hozzá a játékosok. Ha 4-5-6 ember, aktív ember fölépíti a támadást, akkor többiek hozzácsatlakoznak, akkor gyors focit fogunk látni, és attraktív focit. Ennyi, és azért már elkezd rájönni az edzőnk is, meg hát nem tudom, de én úgy láttam anno, és beszélgettünk is róla, hogy a Versi Deviszt már szépen visszahúzza Andris Meri, segítsé barátom, gyere vissza, segítsé Andrisnak. Hát Andris egy, hát most is, többen is írták, hogy a meccs embere volt, hát tényleg, a röncsát gyerek nem evett mellette még egy karé kenyeret. Szóval nagyon jó volt ez minden, de ehhez azért kell az, hogy legyen mellette egy olyan játékos, aki visszafelé orientálódik, nem csak a támadásban a dolog, hanem azt a közbe kell futni, mennyire toljuk fel, mennyire lesz sáv, és akkor ezek a dolgok. Így van, és ez az edzőnek a dolga az, hogy mennyire, azt, amit mondta, ez egy nagyon-nagyon komoly mondat, amit mondtál, hogy a nagyobb játékosoktól nagyobb aktivitást igényel. Ez a kulcsa egy csapatnak, ez a kulcsa. Na, ezzel mindent megmondtunk. Kapusak? Na hát, Jedlicskának, nem tudom, a Raska nézte ezt a meccset, vagy látta-e, de Jedlicska... Szlován meccset gondolsz most? Hát ezt is, meg a Szlován meccset is, de hát most is a Jedlának azok a kirúgásai, amik pontosak voltak annak idején, nagyon pontosan ki tudott rúgni, hát most 5-6 méterre hosszabbak voltak. Nagyon helyesen észrevetted a Szlován ellen, hogy mind a két gól, akármilyen gyönyörű volt, mind a két gólnál
lehet, hogy ő saját maga azt mondta, hogy a következő, és ha én tudjam, a 30. percben rúgta volna a Weiss, akkor megfogja. Viszont meccset 0-0-1-től kezdjük, úgyhogy neki már fel kelleni készülődve úgy, hogy a lábai már mozognak. Meghagyom, hogy jobb védeni 30. percben, mint az első lövést, de amit látok én, a lassúk a lábai. Nem, ad egy mind a két lövésnél, már főleg a másiknál nem jól helyezkedett, és a rugói nem olyanok. 180 után néztem, 186 cm, az még hagyján, de ha a lábaidat nem használod kellőképpen, akkor a kis kapusból, egy 186 cm-es kapusból gyakorlatilag 175 centis lesz. Így van. Pontosan, és az a 10 centit azt kompenzálni kell a rugalmassággal. Ez egyértelmű. És minek tudható? Hát a kapusedző probléma. Hát láttad, hogy három kapusunk volt ott, a fiatal, a srác is, és úgy zajlott a bemelegítés, és ez nem jó. Ez biztos, hogy nem jó. Maga a játékos nem fogja azt mondani, hogy ez gondot okoz neki, mert hát lojális a kaphoz, és meg is értem, és én is azt mondanám, mint kapus. De nem sokára megy EB-re, és mi el is akarjuk adni EB után, de eléggé nehezítjük a dolgát, ha kapus edző nélkül zajlik a bemelegítés a mérkőzésre. Azt, amit én láttam, és egy kicsit hosszabban beszélek, amit én láttam például a bécsi Rapidnál, amikor a Jani védett, hogy ott volt neki egy 40-45 éves kapusedző, akinek olyan lábtechnikája volt, hogy 40-szer rúgta ugyanoda neki. Egyszerűen most repked össze-vissza a labda, 22 éves játékos, kapusnak nincs olyan labdatechnikája, mint egy kapusedzőnek, egy jó kapusedző, mind a raskának. Egy raská hiányzik, nem beszélve arról, hogy egy kapusedzőnek nem a tribünön van a helye, hanem lent. Hát én csak annyit tudok hozzáfűzni ehhez, elmondtad mindent, amit én is elmondtam volna ebben, ez a te placod, de én csak annyit fűzök, hogy szemmel láthatólag gyengébb teljesítmény nyújt. Hát most a kijöveteléknél ugye Jedla mindig is egy bravúr kapus volt, és ez a Szlovan elleni két gól kevés volt. Az a 10 centi, én oda is írtam, 10 centi hiányzott. De ezekből a dolgokból lehet látni, ezekből a pontos kirúgásokból, amikor félpályára pontosan a Blackmannek a mellére kell tenni a labdát, ezekből látszik, hogy talán Raska jobb munkát végzett, mint a jelenlegi kapusedző. Hát igen, azt nem nagyon nehéz így belőni, hogy mi miatt, hogy mennyi százalékban ez befolyásolja. De egyértelmű, hogyha a mérkőzést vesszük, magát a mérkőzést, akkor a mai fociban én nem tudom elképzelni azt, hogy... És ezért tisztelem és becsülöm is a Jedličkát, hogy ezeket a meccseket végigvédi, és gyakorlatilag aki nem lát a dolgokba, akkor nem veszi észre rajta, de ha mélyebben belenézel, akkor le a kalappal, hogy ezt a szitut nem tudom meddig fog tartani, de kapusedző nélkül a mai fociban. Ha már meg vagy szokva arra, és maga az a érzet, hogy nincs itt, lehet, hogy tőle a kapusedző nélkül védesz, és meg vagy szokva, akkor nem hiányzik, de nem az jellemző, hogy a Fortuna Ligában nincs kapusedző mérkőzés pontosan, alatt. Pontosan. Én egy kicsit talán gyanítok valamit, hogy nagyon-nagyon a játékosokra orientálódunk, mármint a eladás szempontjából, és kapus talán nem vesszük annyira komolyan, hogy őt is el lehet majd adni egyszer, de, és akkor fókuszálunk a játékosokra, mármint eladásra, hogy onnan, de hát én szerintem Jedla is be fognak jelentkezni Jedláért is. Hát őnek van egy vágya, ugye Spartába védeni, hát most nem tudom, hogy a Spartába be fog férni, mert azért cseh kapusok elég komoly kapusokkal rendelkeznek. Így, ezt akarom mondani. És csak annyit fűznék hozzá, hogy ugye látunk kapusokat most azért elég gyenge felhozattal a Fortuna Ligában.
Húha. Hát igen, sok minden olyan dolog történik most, amit én nagyon sajnálok, és a rossz érzésem van, és szívem megszakad, amikor azt látom, hogy mi van kapus edző nélkül, egy kvázi jó kapus válogatott előtt. Jó, oké, okay, probléma meg lehet oldani, meg kell oldani, ez van, tovább kell menni, de mindent meg kell érte szerintem tenni, hogy ott legyen neki az edző, nem tudom milyen módon. De akadémián elment két kapusunk, megint van, úgy néz ki, hogy félvárról van véve a kapus poszt, ilyen blokk az összes kategóriába, mert egyszerűen egy Raska még egy Novota elmegy, akkor azt azért meglátják akadémián is, mert ezek vérprofik volt mind a kettő. Nem mondom, hogy az, hogy a következők nem lesznek jók, vagy nem jók, de ők biztos vérprofik voltak. Folytassuk a többi csapatot. Szlovánban van egy kapus, aki a liga biztos a legjobb kapusa, de úgy véd, mintha nem lenne kedve. Ez tegnap a második gólt, ha láttad a Trencséntől, végig kísérte, ugyan bevánszorgott. Trencsinek meg van egy Kukucska nevezetű kapusa, akiből lehet, hogy jó kapus lesz, és lehet, hogyha két év múlva lépne egy liga csapatba, akkor az a fejlődése gördülékenyebb lenne, de ez a gyerek most kapott olyan 6 gólt a Szlovántól, olyan nevetséges gólokat, hogy Oleg jutott el szembe. Oleg, igen. Hódosba Oleg. Igen. Hát Dinamo Kijevnek a ifi csapatával került hozzám a Oleg, igen, akkor. Igen, hát jó képesű kapus volt, csak... Fölnőttek között azért a csapatban akkor nem akármilyen játékosok voltak, és nem volt az a színvonal, még 18 évesen, hiába volt a Kijev Akadémiából. Így van, és voltak meccsek, amik ő rajta mentek el, szóval. Meghatározó személy a kapus a csapatban, meghatározó, ez olasz megmondta, hát csapatot akarsz építeni, vegyél egy jó kapust. Múltkor dicsértem az olasz ligát, én barszás vagyok természetesen, mert kapusként likvidáltam az offenzív foci, de mint nézőként nekem nagyon tetszik az a foci, és másodrészt a taktikai olasz foci, az egyszerűen arról könyveket is lehetne és kell írni, és a másik ilyen nagy téma lehet, hogy 80-as évektől, Dinozovtól kezdve mennyi olyan kapus volt Olaszországban. Szóval ott, ha azt veszed, hogy VB-re 3 kapus ment, ott 7.-8. is a világ legjobb kapusai közé tartozott a sorrendben. Biztos, Zenga, sorolhatnánk. Így van. Úgyhogy végeredményben nagyon jó lenne, ha a kapusokkal is úgy foglalkoznánk, ahogy ez a nehéz poszt megérdemli, és talán Jedlicska is, ahogy megérdemli. Maximális egyetértek. Végezetül csatolva az előző témához, kapus témához, így búcsúznánk most, hogy hajrá kapusok, és hajrá... Dac! Köszönöm!